Hogy miért is találtuk ki az SKC karantén kiadását? Pontosan azért, hogy ebben a nehéz időszakban a szurkolók, a sport, illetve a kézilabda szerető emberek ne távolodjanak el a játékosoktól. Azt gondoltuk, hogy a mindennapi tevékenységeinken, a különböző kihívásainkon, az edzéseinken kívül olyan vidám és pozitív dolgot fogunk nektek megmutatni, amit kihozott belőlünk a karantén. Hiszen erre vagy eddig nem volt időnk, vagy nem is gondoltuk rá, hogy kipróbáljuk. Hogy ebben a videókban milyen játékosok fognak szerepelni, azt majd a későbbiekben meg fogjátok tudni. Sziasztok! Hajrá! SKC! Sziasztok! Szikora Melinda vagyok. Na bum, nem volt ilyen kérdés. Őre egyes. A viccet félretéve, ez itt a korona külön kiadás. Az én témaköröm az ásás, szántás, vetés, ültetés, fordítás lesz. Úgyhogy gyertek, meg is mutatom, hogy kell ezt csinálni. Ma ki fogok jelölni egy nézet alakú területet, majd azt felásom, hogy aztán el tudjak benne ültetni egy fát. Nagyjából most elég mélyre ástam már, úgyhogy most már bele lehet tenni a fát. Belerakjuk a fát, és majd rákúszunk a földet. És a homokot, akkor jól megtapossuk. Küldjétek el ti is videóitokat, amin szántotok, vettek, fordítotok, fát ültettek, virágot ültettek. Sziasztok! Készen van a barackfaültetés, most már jöhet a jól megérdemelt pihenés. Sziasztok! Ha esetleg így nem ismernétek fel, Házfalvi Ulcs vagyok. Nem egy konyhatündér, de a karantén belőlem is új dolgokat hozott ki. Ezért ma megpróbálok kakaós csigát sütni. Nem ígérek semmit. Sziasztok, Lepos Laura vagyok, és ez itt az SKC korona külön kiadása. Én a karantén alatt a kertben próbálom elsajátítani a hajszobrászok művészetét. A mai első áldozat az a testvérem lesz, és várlak titeket is egy igazításra nagyon szívesen. Végül készen lett a mestermű, szerintem nagyon jól néz ki, és hogyha ti is kedvet kaptatok egy hajvágáshoz, akkor nyugodtan írjatok nekem. A karantén külön kiadás című lovatunkkal arra buzdítunk titeket, hogy osszatok meg velünk egy-egy rövid videót, amelyben megmutatjátok, hogy mivel foglaljátok le magatokat, és hogyan teszitek hasznossá az időt. Ne feledjétek taggelni az SKC Handball oldalát. A legjobb videókért pedig ajándék jár.